A vellandi világbajnokság után most hazai vizeken bizonyítottak a Graboplast GVS-e versenyzői a hétvégén. Szolnokon rendezték meg ugyanis az ifjúsági és U23-as gyorsasági kajakenú magyar bajnokságot, ahol 162 győri szállt vízre. Remekül sikerült a szereplés, hiszen a győri versenyzők 12 aranyat, 11 ezüstöt és 10 bronzérmet szereztek a hétvégén. Elsőként az 1000 méteres futamokat rendezték. A döntőbeli szereplést Kaut Kristóf kezdte meg, C1 1000 méteren, ahol harmadik lett. Ugyanezen a számon csak az ifjúságiak között Svajda Vajk másodikként ért célba. Ezután az Európa-bajnok Takás Tamara megszerezte első aranyunkat kajak egyeseknél. Balla Levente kiegészülve a Dunaferes Hajdú Jonatánnal szintén elsőként ért célba az ifjúsági C2-esek 1000 méteres számában. Ugyanebben a futamban a Dóci Török és Horváth Rum kettősök másodikak és harmadikak lettek. Ezután már csak bronzérem jutott ezen a hosszon a győrieknek. Közülük elsőként az ifjúsági kajak párosoknál a Kmetti Máté Freisták Péter kettős, másodikként pedig a K4-esünk ért harmadikként a célba. A 32-es számú Agusz Dániel legyen. Térjünk át a 200 méteres számokra. Itt ismételten Kaut Kristóf kezdte meg a döntőbeli szereplést, ezúttal második lett. Ezután hármas győri befutónak örülhetünk. A női kenus egyesek között Lakatos Zsanett első, Balla Virág második, míg Takács Kincső harmadik lett. Férfi K1 200 méteren Héris Dávid nyakába szintén aranyérmet akasztottak. Ugyanebben a számban a nőknél Duseva Olimpia másodikként, míg Takács Tamara harmadikként ért célba. Kenu egyeseknél Dóci Patrik bronzérmet nyert, csak úgy, mint a női kenu ketteseknél a Turi Edina Takács Tamara duó. Ezután az előbb egyéniben induló Dóci Balla Leventével kiegészülve nyerte a C2-esek 200-as utamát. Ugyanebben a számban a Horváth Sálin kettős második lett. 200-on a négyesek zárták a napot. A kajakos kvartetünk aranyat, még a kenus bronzérmet nyert. 500 méteren is szárnyaltak a győriek. Rögtön az első számon aranyat nyert Takás Tamara a kajak egyeseknél. Kaut Kristóf 200 után 500 méteren is második lett. Ezután C2 500-on a Balla Virág Pogány Nikolett alkotta duó elsőként, a Lakatos Zsanett Takács Kincső kettős pedig másodikként ért célba. Ebben a számban a férfiaknál ugyanez ismétlődött meg. A Horváth Rum kettős első, még a török Dóci páros második lett. C2 500-on a Varga Patrik Svajda Vaj kettős bronzérmet szerzett. Ezután K2 500-on Farkasdi Ramona, Célai Vörös Zsófia és a Kenu négyesünk is másodikként ért célba. Ezt követően már csak elsőségeknek örülhetünk. A férfi kenus és a női, illetve férfi kajakos kvartetünk is aranyérmet szerzett Szolnokon.